köszöntöm is a stúdióban dr. Anyetsz Róbertet, a Barcika Prima Kft. Ügyvezető igazgatóját. Jó napot kívánok, én is köszöntöm a tisztelt nézőket. No, hát még az előző stúdióban nem is olyan régen beszélgettünk arról, hogy a közétkeztetésben milyen újdonságok várhatóak, illetőleg akkor már ugye elkezdődött a felújítás sorozat. Ha jól emlékszem, már akkor az AB menü ugye bevezetésre került, viszont számos dolog történt azóta, ugye tavaly ősszel kezdődött ez a felújítás sorozat. Megkérem, hogy számoljon be arról, hogy egészen mostanáig mi minden valósult meg. Igen, az elmúlt fél évben ugye szeptembertől bevezettük az AB menü választásának lehetőségét. Nyáron megtörténtek a tálalókonyháknak a felújítása több mint 10-nek. Ehhez kapcsolatban megtörtént az eszközbeszerzés, most már leszálltásra került, rögzítésre kerültek, tehát napi szinten használjuk. Még a múlt évben elkezdődött a minőségbiztosítás részeként egy elégedettség felmérés, és maga a megrendelőktől, mint magánszemélyektől és az intézményektől is kértünk be javaslatokat, hogy melyek azok az ételek, amiket nem annyira szívesen fogyasztanak az étlapról, melyek azok az ételek, amiket szívesen, és mit javasolnak felvenni. Ez, ami étkezési oldalról és a szakemberek oldaláról kezelhető volt, tehát étlapra felvehető volt, ezt vissza is jeleztük, és január 1-től már egy módosított étlapra indultunk. Ezzel párhuzamosan 2018 januárja volt a céldátum, hogy tovább lépjünk a közétkeztetés szolgáltás szimulált növelésében, tehát hogy a bankkártyás fizetést bevezetni. Ez is egy több mint fél éves előkészítés volt, mert Magyarország legnagyobb bankjával a megrendelőként meg kellett állapodni velük, ők tesztelték az internetes felületnek a biztonságát, most már szerződés van velük, és ez alapján lett a fizetési felület kialakítva az AB menü honlapján, tehát nem kell külön ezzel foglalkozni, hanem aki e-mail címmel jelszóval regisztrált a AB menü rendelésnek a felületén, ők igénybe tudják venni. Annyi kitétellel, hogy most készítjük elő a tájékoztatási részét ennek a bankkártyás fizetésnek. A mai napon még belső képzés is tartunk különben az ezt alkalmazó és ezt segítő támogató kollégáknak, hogy igazából nem teljes körű, mert nem mindenhol tudtuk első szakaszba vezetni. Egy teljes lista lesz fent, teljesség igénye nélkül. A tankerületes iskolákban lévő megrendelőknek, óvodában, bölcsődében lévő megrendelőknek, és a Surányiban, az Ózdi Szakképzési Centrum Surányi iskolájában lehet igénybe venni. Tehát itt már működik a rendszer. Itt már működik. Uh-huh. És a többi helyen is működni fog majd a későbbiekben? Az még egyeztést igényel, mert akit kihagytam, a legnagyobb megrendelői kör a szociális szféra, ők nem csak étkezést fizetnek a ottani ellátottak, hanem térítési díjban sokkal több minden benne van, tehát közétkeztetési oldalról nem tudjuk őket ilyen egyszerűen kezelni. Tehát első szakaszban így is több mint 1500-2000 megrendelőt érint a bankkártyás fizetés lehetősége. Ez mióta működik? Tehát ezt már a mai napon is akár használhatják? Igen, tehát január 21-től hozzáférhető. Igazából most kezdjük el a marketing részét, tehát szórólapot, plakátot, közösségi média oldalunkra felrakjuk, kiküldjük e-mailben a regisztrált megrendelőknek ezen AB menü felületen. Tehát most kezdjük meg mögé rakni a tájékoztató részét, hogy mindenki értesüljön róla a lehetőségről. Ugye most már elektronikusan működik a rendszer, egy plasztik kártyával rendelkezik mindenki, aki részt vesz a közétkeztetésben, és elektronikusan ki tudja választani előre a menüt, ezt ugye a múltkor beszéltük. Igen. Ha jól értem, akkor evidens módon most már akkor szintén ugye elektronikus felületen, amikor kiválasztja a menüt az adott személy, akkor tud esetlegesen bankkártyával is előre fizetni? Nem egységes, tehát a középiskolában például előre fizetik a térítési díjat a hát nem gyermekek, ugye ők már fiatal felnőttek, vagy maguk, vagy a családtagjai, szüleik, míg a nem középiskolásoknál ugye utolagosan történik. A bankkártyás fizetéssel tudja előre fizetni, de erre lesz egy részekes tájékoztató. A másik, amit megrendelőként nem érzékelnek, hogy eddig a könyvelés az egy saját programba végezte a háttérszervezet, a KSZSZK-n belül működő gazdasági ellátó szervezet. És nekik nagyon nagy munka volt, hogy ők január 1-ével a könyvelésben is átálltak közétkeztetésnek a nyilvántartását, átrakták erre a Quadrobyte által biztosított programba, és ezt tette lehetővé a bankkártyás fizetését, hogy összeérjenek ugye az elszámolások. Tehát a kollégáknak még most is sokat kell ezzel foglalkozni, meg az elmúlt két hónap is ezzel ment el. Ez
most a január-februárnak a fő témája. Tehát akkor ez beindulni látszik, és gondolom, hogy akkor webes felületen mindenki majd az ehhez szükséges tájékoztatást megkapja, hogy akkor ez hogy fog működni ez a dolog. Na, kicsit visszatérve az őszi felújításokra, ugye önkormányzati támogatásból valósult meg a felújítás, összesen mekkora összeget tudtak ezekre a dolgokra fordítani, ami itt most elhangzott? 25 millió forint volt a tálalókonyhák felújítás és eszközbeszerzés, körülbelül fele-fele arányban oszlott meg. Nagyon jó áron sikerült a tálalókonyhákat, tehát egy tálalókonyhára átlagosan kevesebb, mint 1 millió forintot költöttünk. Maga a felújítás különben a társcégünk, a Barci Kasszol Kft.-nek a karbantartó részlege végezte. Azt gondolom, hogy jó minőségű munkát és nagyon észszerű költségek mellett sikerült elvégeztetni. A tárfőre való rákötés, ugye ennek két üzenete is van, az új központi konyhában maga az energetikai ellátása, amikor kialakítottuk, nem volt már költségvetési keretünk megújítani, és régi gázkazánok biztosították a melegvizet és a fűtést. 18-20 évesek voltak, épp hogy életbe tudtuk őket tartani. A tárfőre rákötést ez is indokolta, a másik, hogy pont azon a részen, ahol a központi konyhánk elhelyezkedik, téli időszakban, ha szélmentes az időszak, akkor nagyon erős teljes a szállópor és a smog terhelés. Azt gondolom, hogy ez egy fontos környezetvédelmi üzenet, hogy távfőről nem csak leválni akarnak közösségek, hanem egy önkormányzati tulajdonú cég távfőre csatlakozik. Nagyon jó a tapasztalat, mind a kiadási oldal, ahogy látom, csökkent, mind az üzembiztonságunk megnőtt ezzel. Összesen hány tálalókonyha érintett? Hányat újítottak fel, és ezek hol vannak? 13-at, tehát igazából a város minden pontján. Tehát a teljesség igénye nélkül a Surányi iskolában, a Dózsa iskolában, az Ádám iskolában is történt leválasztás, a szociális szférában, a gyermekek útján, a Hámán-Kató úton. Fejből lehet, hogy hagytam ki, a teljesség igénye nélkül soroltam fel. Ugye szó volt arról, hogy új eszközök is érkeztek. Igen. Ezek milyen eszközök? Amik megfelelnek a modern előírásoknak, tehát saválóanyagból készültek, nagyon jó minőségű Stram eszközök. Az eszközök jelentős részénél maga a gyártó, egy magyarországi gyártó nyert. Egyrészt ő tudta a legjobb árakat mondani, és azt gondolom, hogy a minőségben is olyat hozott, ami remélem, hogy nem csak egy-két év, hanem 5-10-20 évre legalább kiszolgálja a munkánkat. Ugye szó volt arról is, illetőleg említette, hogy felmérték az igényeket, tehát hogy a közétkeztetésben résztvevők, gondolom, mi mindent szeretnének elfogyasztani ugye nap, mint nap, és ez alapján alakították ki a menüket, hogyha ezt jól értettem. Alapvetően mi derült ki ebből a felmérésből, tehát hogy mi az, ami az önöknek igazodni kellett? Nem egységes az elvárás, tehát ez alapvetően korosztályonként is változik, tehát már az idősebb megrendelők, ők már nem akarnak gyökeresen megváltozni. Tehát nekik teljesen új ételeket nem szabad adni, mert nem fogadják el. Viszont nagyon jó folyamat, hogy és ebben az óvodapedagógusoknak nagyon nagy munkájuk van, hogy a teljes kiőrlésű pékáruk, a hal fogyasztása, az egyre javul az arány, ahogy a óvodás korosztály lép be az oktatásba, és az iskolásokat ők fogják egyre jobban alkotni. Megdöbbentő, hogy AB menünél, ahol halat lehet választani, és B menü az más. Én azt hittem, hogy 10% hal, 90% van egy népszerűbb étel, és 70% a megrendelőknek a halat választotta. Igen, erre voltam kíváncsi, hogy mennyire nyitottak mondjuk a reformételekre, úgymond reformételekre. Ugye most már ez a reformkonyha nagyon népszerű, hogy mennyire nyitnak mondjuk erre akár a közétkeztetésben résztvevők. Ebbe szeretnénk előrelépni, tehát a kényszer hatása nélkül. Egyrésztről volt olyan megjegyzés, hogy nem tudunk teljesíteni a javaslat, tehát jött be javaslatként, hogy csoki szökőkút, azt nem tudjuk beiktatni a közétkeztetésbe, ha bár én is nagyon édes szájú vagyok és preferálnám. Viszont, akkor gondolom voltak ilyen nagyon extrém elképzelések. Igen. Viszont szeretnénk mondjuk az általános iskolákban, az étkezőkben esetleg elhelyezni ilyen gyümölcs, salátás pultot, hogy akik esetleg már felsőtagozatos diákként lehet, hogy próbálnak odafigyelni az alakjukra, és azt mondják, hogy ők több salátát vagy több gyümölcs salátát szeretnének, akkor neki szeretnénk ebbe az évbe ezt bevezetni terveink szerint. A vegetáriánusokra mennyire figyelnek? Csak azért kezdem, mert én például az vagyok. Van erre lehetőség, hogy... Közétkeztetésben csak az orvosi zárójelentéssel alátámasztott speciális étrendet tudjuk kiszolgálni.
Képességünk megvan, több mint 120 fajta diétát tudunk ugye a városi kórháznak köszönhetően, és külön dietetikusunk van, de ugye a megrendelőink többsége, vagy az, tehát 18 év alatti, tehát itt a Népbéknek is van központi állásfoglalása, hogy egyéni meggyőződés alapján folytatott étrendet mi nem elégíthetünk ki, hanem a központi jogszabály előírásának kell megfelelnünk. Világos, hogyha vannak orvosi papírok, akkor ezek szerint van arra lehetőség, hogy akkor ennek megfelelően válaszol az adott illető. Igen, hát ott nincs A-B menü választás, tehát az országban az is egyedülálló, hogy szerintem teljes körűen megoldjuk a diétás ellátást. Erre külön szakembereink vannak, külön helyen készítik, csomagolják, címkézik, külön szállító edényzet. Bármilyen speciális étrendre, bármilyen ami orvosilag indokolt. Tehát nyugodtan forduljanak adott intézmény, ahol a gyermek jár, vagy ahol a felnőtt igénybe ezt az ellátást, tehát tudunk ebben segíteni. És nem tudom, hogy szabad-e erre az évre még kitekinteni. Természetesen azt szerettem volna kérdezni, hogy 2018-as évre mik a tervek? Hogy az A-B menü lehetőségét az óvodapedagógusoknak is biztosítjuk, tehát ők is tudnak A-B menüből választani, szerintem jó volt a fogadtatása. Amit beszéltünk, minőségbiztosítást, azt nem esetszerűen szeretnénk, hanem évente 3-4 alkalommal, tehát körülbelül negyed évente visszatérő alkalommal megcsinálni ezt a fajta elégedettségfelmérést, mert azt gondolom, hogy ez a munkánk szempontjából egy fontos visszaigazolás. És akkor úgy néz ki, hogy ez az új rendszer, ez flottul működik, ugye? Mert még emlékszem, hogy még ősszel beszélgettünk erről, hogy vajon flottul fog-e működni ez az elektronikus, ugye, plastikkártyás rendszer. Senki nem hagyta még el a plastikkártyáját? Elenyésző, a biztonság kedvéért 10% ráhagyásra készültünk. Tehát elkészültek az induló állapot szerinti névre szóló plastikkártyák, és eleve 10% plastikkártyát sorszámozottan, de ugye üres névvel rendeltünk, ahol alkoholos filccel utólagosan kitöltve, így rögtön pótoljuk az esetleg elveszett elhagyatot, de nem tömeges ez a sajnálatos esemény, szerencsénkre ez minimális. AB menüben még annyit, hogy január 1-től csatlakozott olyan megrendelőnk, a Református Általános Iskola eddig központilag rendelte, tehát egy személyben eldöntötték, hogy azon a héten A vagy B menüt vesznek igénybe. Most január 1-től ők is felnyitották azt a lehetőséget, hogy maga a diák vagy a szülő rendelhet A és B menüt. Az év végéig lesz-e még valamilyen felújítás, vagy pedig ezt a rendszert szeretnék még jobban kiépíteni? A tálókonyhák most műszakilag azt gondolom, hogy olyan állapotban vannak, ami a megyében az egyik legjobb színvonalat képviselik. Tehát ebben most nem tervezünk. Amiket mondtam, hogy szeretnék ilyen gyümölcsös salátástálakat elhelyezni, valamint ugye aki olvassa a híreket, az látta, hogy a hiány szakmák már jó pár van Magyarországon, a legnagyobb hiány pedig pont a szakács szakmában van. Tehát nekünk folyamatos kihívás, hogy a kollégákat megtartani, valamint hogyha van üresedésünk, akár nyugdíjba vonulás révén, akkor ezt arra alkalmas kollégákkal feltölteni. No hát, hogyha a nézőink közül is valaki esetleg szakács, most kedvet kap és jelentkezni fog önöknél, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm szépen, viszontlátásra. Hasznos információkat.